Szép jó napot kívánok! Üdvözletem a hölgyeknek és uraknak! Hát elérkezett az idő, hogy aktívan próbáljam egy kicsikét részt venni a Life After életében. Úgyhogy ennek tükrében most egy ilyen kis pötyögős kis gyakorló live-ot csinálnánk, ugyanis most még annyira az elején vagyok, hogy rengeteget kell még farmolni, építkezni. Úgyhogy rengeteg meló van még. Szia, Sisi, hello, hello! Mi a helyzet? Áron is itt van, hát hello, hogy Afterlife? Hát Afterlife is rajta van a terítéken, meg rajta is lesz mostanában. Úgyhogy várható természetesen Life After Live is, meg videók is. És hát igazából úgy volt, hogy Flerivel beszéltünk, hogy egy kicsit játszunk, aztán gondoltam, hogy miért ne örökítenénk meg ezt így live formájában. Úgyhogy így alakult, így történt meg, hogy most Life After Life van. Milyen jól hangzik, Life After Life. Úgyhogy én, szia Robi, hello, szia, mi a helyzet? Sisi írja, hogy semmi, minden oké. Okay. Most mindjárt megyek fesztiválra, de jó, az tök jó, szeretem a fesztiválokat. Én is voltam strandfesztiválon. Úgyhogy szeretem azokat én is. Afterlife, Life Afternak hívják. Ja. Ja, hogy Afterlife-ot mondtam? Na, mindegy, nem figyeltem, bocsánat. Tehát Life After, így van. Pontosan maradjunk a puszta tényeknél. Maradjunk a puszta tényeknél, miszerint most eléggé kajás a karakterem. Ez itt nincs jó helyem. Van egy kis bering, de tudunk szerintem sütni is, hogy már sütöttünk valamit. Aha. Lekvárt. És tudunk még, hát más nem. Úgyhogy akkor kell majd kaját is lootolgatnunk. Na de most hol tudom megenni a kaját? Ja, itt van food, aha. Á, van itt hús is, minden, király. Ezt is betoljuk arcba. Nagyon nagy. Hol laksz, hogyha nem személyes? Hát Pest megyében lakom. Pesttől északra egy városba. Ennyit elárulok, de a város nevét azt inkább övezze még egy kis rejtély, én azt mondom. Aztán előbb-utóbb úgy is ki fog derülni, de nem baj. De hát olyan szinten rakok közel Pesthez, hogy ott is dolgozom, illetve 22 évig Pesten laktam, Budapesten a harmadik kerületbe, ezt elárulom. Jó, főzni nem akarunk, főleg ilyen hordóban nem. Úgyhogy, hát Flery még egyelőre nem jött, úgyhogy amíg Flery jön, nem jön, addig... Hát Lutó nem akarok elmenni, de megnézem, hogy esetleg meg tudom-e hívni. Ja, igen, jó. Hang akkor most nem lesz. Remélem, innen nem ment el a hang tőletek. Léci, jelezzetek, hogy még hallani lehet engem. És egyelőre Overmaxot tudnám meghívni, mert ő online a friendek közül. De őt most még egyelőre nem hívjuk meg. Majd fogunk vele is szerintem közösen játszani. Legalábbis téma volt. Na, skacok, hát... Jó, mit kéne csinálni? Kicsit ki kéne pofozni a pecót. Legalább egy második emeletet föl kéne húzni. Ahhoz viszont lépcsőre lesz szükség, így első körbe. Ami már meg is van, nagyszerű. Aha, köszönjük a kis tanácsokat. És egyelőre még megnézzük, hogy hova fogjuk tudni lerakni ezt a lépcsőt egyáltalán. Na, hello Bálint, szia! Szia Deadpool, de jó, te is itt vagy. Áron írja, nem már most is ilyen kevesen leszünk, hát csak nem. Itt van Deadpool is, szia Deadpool. Bálint Gamer is itt van. Köszi szépen a lájkot és a megosztást. Innen meg ment a légpacsi neked egyből. Deadpool kérdezi, hogy majd mehetek?
Hát figyelj, végül is még egyelőre van hely, úgyhogy igen, Flerivel beszéltük meg, igazából Lerinek megígértem, úgyhogy ha Leri is megjelenik, akkor ő is most elsőbbséget élvez. De azon kívül elvileg nincsen fix hely, úgyhogy még szerintem lehet simán jönni, csak akkor nem tudom, mi nem is vagyunk friendek, ugye? Úgyhogy be kéne jelölnünk egymást friendnek elsősorban, és akkor utána természetesen jöhetsz, aztán csapatatjuk. Nem terveztem hosszú live-ot, tehát igazából én úgy gondoltam, hogy most csak, ha, ez itt most szerintem jó lesz. Úgy gondoltam, ez így nem biztos, hogy jó lesz. Aha, hát ez így nagyon nem lesz jó. Akkor megnézzük, hogy tudjuk modolni, módosítani. Valahogy csak lehet. Kukába dobom. Hát azért kidobni nem akarom, de hát. Hát ezt még azért nem vágom, ezt még ki kell tapasztalni. Na, megnézzük, hogy tudok-e oda így továbbítva építeni egy ilyen balkoni részt, és hogyha tudok, akkor nincs olyan nagy baj. Az viszont akkor padlót kell csinálni. Na gyerünk, még van annyi fám, hál' Istennek. Deck Flurry kívül másztam és nyomod majd. Bocs, Robi, ezt most nem értem. Jaj, de jó, évnyitóra nem mentem. Áron, nem mentél évnyitóra? Hát az nem jó. Nem? Vagy igen? Én nem tudom, nem értek hozzá. A jövőben tervezel közönség talit? Sziszi kérdezett egy ilyet. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát föl sem merült még ilyen kérdés igazából, úgyhogy így én nem is terveztem emiatt. Hát szerintem ahhoz lehet, hogy még több ember kellene, nem? Én nem tudom, szóval én ilyenekben még így nem gondoltam bele. Ilyen nagy volumenű dolgokba, de természetesen nem zárkózok el ilyen dolgoktól sem. De fogalmam sincs, megmondom őszintén, hogy ez milyen keretek között hogyan működik. De hát ennek is utána kell nézni, aztán, hogyha van rá lehetőség, akkor miért ne? Bálint mondta, van hangom, Robi is mondta, hogy lehet hallani, nagyon nagy. És akkor Deadpool kérdezi, hogy fölveszel, hát írd le a nevedet, és akkor természetesen. Gamer HD is itt van, szia, szia, ciao. Mi a pálya? Ajánlom, hogy harmadik emeletig vigyétek, mert ott messzire az ajtó elé láttok, és ha akartok falszerűséget, akkor a baseball lehet lőni jól. Jó, ezt nagyjából értettem, Ájon. Nagyjából értettem. Lényeg az, hogy három emeletes házat építsünk. Ugye? Remélem ez volt a lényeg. Bezzeg itt meg sokan vagyunk, a shelterednél meg hárman röhögtünk. Hát látod, pedig az este volt, én azt hittem, hogy akkor úgy jobban jönnek, de hát látod, a shelter annyira nem érdekli az embereket, mint a Life After. Mással nem nyomott Flerin kívül? Ja, dehogy nem, Robi, akarsz jönni? Vetsz, te is, van hely. Persze, nem, dehogy is. Csak Flerivel beszéltük meg, úgyhogy Flerit mindenképpen, Flerinek egy helyet föntartunk. Meg Lerinek is, ahogy megbeszéltük. Ha Leri is jön egyáltalán. Bálintnak csak hétfőn lesz évnyitója, az viszont király. És Nolci írja, hogy csőász, figyelj Áron, nem nagyon szoktunk így ilyenekbe így belekötni, ilyen helyesírási dolgokba, ugyanis hál' Istennek nem a suliban vagyunk, nem nyelvtanórán vagyunk, itt most csak így lazítani jöttünk ide. Úgyhogy, hogyha most valaki így elír egy-két dolgot, én nem szoktam ebbe így beleállni, úgyhogy ez szerintem nem olyan fontos. Ezeken a dolgokon fennakadni, az a lényeg, hogy értsük, aztán csumika. Aztán annyi. Majd jövök én is, csak vissza letöltöm. Jó van, Áron, töltsd le, aztán ha van kedved, még elvileg akkor van egy hely. Hogy vagyunk? Flery, aki még nincs itt, Robi, Deadpool, és akkor negyediknek még jöhetsz is akár igazából. Szerintem Larry nem fog jönni, de aztán meglátjuk. Aztán majd meglátjuk. Na, skacok, akkor ezt a padlót, ezt rakjuk le. Meg akarom nézni, hogy most akkor jó, fölvettem. Meg akarom nézni, hogy lehet-e ilyen teraszt csinálni. Ez most hamarosan kiderül. Hát, nem úgy néz ki.
Nem úgy néz ki, hogy lehetne, de mindegy akkor. Ami biztos, hogy oda, ide akartam. Aha. Na, most megint nem akarja. Jó, akkor legyünk, rakjuk oda. Nekem az is jó. Most ide? Oké. Okay. Na igen, és ide már nem engedi sajnos, úgyhogy a teraszra ennyit. Akkor viszont én ezt lehet, hogy ezt a lépcsőt innen le fogom bontani. Mert azt nem engedi. Ha ezeket engedi módosítani, de ezt nem, a lépcsőt nem. De le se tudom kukázni, ez a baj. De miért nem lehet? Jó, akkor elmentek a sunyiba. Akkor úgy marad. Jó, akkor ennyit a buildről. Kész. Na, itt most meg már látom, itt már az évnyitó, itt már nagyon téma, mivel jövő héten már suli. Hát, nem irigyellek titeket, srácok. Nekem is mindig vegyes érzelmeim voltak az iskola kezdéssel kapcsolatban. Azért volt olyan időszak, amikor vártam, szerintem. Voltam, amikor tök jó kis csajosztálytársaim voltak, meg minden, nem találkoztam velük régóta már, aztán úgy már vártam akkor. Vártam akkor, hogy menjünk. Kezdődjön a suli. Nem tudom, hogy ezt most ti is esetleg megélitek-e hasonlóképpen, vagy már akkor a terror az az egész iskola, hogy már inkább úgy van vele az ember, hogy hagyjuk az egészet. Na, én addig közben, ha nincs nálam olyan cucc, akkor elmegyek lootolni. Nem vészes. Jó. Akkor én addig elmegyek lootolni. Na, közben akkor várjál, vegyük fel a friendnek akkor Deadpoolt. Igen, Áron, tudom, csak az olyan, majd megnézem azt is, igazad van, tényleg, azt is ki kell próbálni, mert akkor még lehet, hogy még akkor ilyen normálisan fog kinézni, de akartam oda még egy ilyen alapzatot is tenni, hogy úgy legyen. Bálint kérdezi, hogy én is leszedjem újra a játékot. Hát figyeljetek, hogyha van úgy hely a telefonotokon, hogy így elfekvőbe ugye elfér ez a játék, akkor szerintem mindenképp, mert így szépen lassan ezzel szerintem érdemes így haladgatni, haladni. Ha nem is az, hogy folyamatosan éjjel non-stop ezt kell nyomni, de azért így hébe-hóba érdemes szerintem beugrani. Beugrani a játékba. Overmax közben szerintem küldött egy üzit. Manor invite. Na, és akkor ilyenkor ő most meghívott a házába, tehát el is tudok menni, de most így live keretein belül az engedélye nélkül semmiképpen sem, de majd, hogyha egyszerűen valahogyan szóba kerül a dolog, akkor betörtek a házakba ma. Overwax írta is, hogy betörtek hozzá. Az de durva. Azt nem is figyeltem. Az komoly. Majd válaszolok neki, de most nem akarok ezzel pötyögni. De az de durva, hallod, betörtek hozzá. Meg mindegy, majd, ha majd egyszer úgy van és megengedi, akkor ilyen, csinálhatunk ilyen háztűznézőt is, és akkor egy csomó nézőnek elmehetünk megnézni a házát is. Mindenki kinyit hozott össze, szerintem ez mondjuk nagyon poén lehet. Én már Jason Tiedosnál voltam, ő nem más, mint Szabolcs Gamer, és ő nála már voltam, és ő is nagyon komoly kis pecót hozott már így össze az elején is. Úgyhogy ez például tök király. Na, várjunk csak akkor. Kontakt, és itt tudok fölvenni embereket, ez csak az ajánlás, ugye? Aha, engem most nem ért senki. Úgyhogy Deadpool, hogyha beírod a nevedet, akkor én azt mondom, hogy akkor gyere, aztán csapassuk. Mert hát Robi, te se vagy friendem amúgy, most nem azért. Megvárunk, plusz kérdezd meg. Ezt most nem tudom, mire írtad hirtelen, Áron. De mindegy, most ez így szerintem annyira nem is fontos. Deadpool nem annyit kérdezett, hogy majd mehetek, és utána nem írta le a nevét. Majd felveszel, igen, és utána nem írta le a nevét sajnos. Úgyhogy így ezzel nem tudok mit csinálni, és Robi se írja most le a nevét, úgyhogy Robi se tudom fölvenni. Robi, hogyha itt vagy, akkor írd te is létszi a nevedet. És akkor csapassuk, viszont addig én elmegyek, lootolok egyet. Ezek szerint, mert teamben nem tudok most meghívni senkit egyelőre. Jó, oké, akkor menjünk.
fa a forecbe, úgy is kell egy kis fát gyűjteni, meg ilyenek. Úgyhogy királyság. Hát igen, ez az, amit mondtam, hogy ezért nem működik a PUBG-ban sem a voice chat és a live egyszerre, mert valahogy a két alkalmazás üti egymást, és ezért nem bírja. Nem talált valaki az előző live után, azért nem vagyunk. Mindjárt leírom. Hello, oké. Okay. Szia Panzer, hello, hello. Szia Péter, ciao, mi újság? Hogy vagytok, skacok? Na, én pedig akkor megérkeztünk Fall Forestbe, ahol itt ez a kis menedékház. Majd esetleg fogunk játszani ezzel a memóriakártyajátékkal, de egyelőre, amíg nappal van, addig megyünk, azt lootolgatunk. Itt van egy csákók, egy gyönyörű szép hófehér. Hát szerintem ez nem tudom milyen kutya. Német juhász akar lenni. Nagyon szép. Albino német juhász. Na, mi pedig akkor megyünk, aztán hát lootolnunk kell mindent. Van még kis küldink is, ahol írják, hogy itt mi lenne a lényeg. Hempet kéne még gyűjtenünk elsősorban, viszont elállt az eső, ott egy medve. Van nyilunk is, de én most nem akarok medvével leállni, harcolni, de tök király, hogy itt még medvék is vannak. Tehát vadászni is el lehet menni, a zombi apokalipszis ellenére is. Úgyhogy nekem eddig ez a játék csillagos ötös, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz farmolós, és mennyire válik monotonná, mert ezeknek a játékoknak ez szokott lenni a legnagyobb hibája, hogy egy idő után túl monotonná válnak. Na, mi viszont most vágjuk a fát. Tönkre ment a fejszín. Hát azt nem tudom, hogy tudok-e most craftolni. Vagy javítani. Hát ez most nem fog. Ennél meg kéne próbálni, hogy tudok-e készíteni egy újat. Aha, valószínűleg ezért kell hozzá, nem? Kő, meg fa. Hát akkor szenvedünk most egy kicsikét. De most nincs kedvem visszamenni, úgyhogy akkor még a csákányt azt még tudom használni, úgyhogy akkor követ fogunk fejteni, mert hát úgyis hempet kell gyűjtenünk, úgyhogy a favágás az annyira nem számít. Ne gyerünk! Húha, ott meg van a zombik is. Na, hoppá, itt nem is olyan messze. Közelre itt le akar támadni. Ja, nehogy már a boss támadjon meg. Ennyi. Köszi, haver. Havi jött segíteni. Kösz, Havi. Akkor már írtsuk le ezt is. Húha, HP-m az eléggé lement. Gyorsan gyógyítunk egy kicsikét. Még egy kis bandást is. Aztán ennyi, nehogy aztán komoly baj legyen. Mert igazából én csak követ gyűjtök, meg hempet, nem pedig itt balhézgatok. Úgyhogy csak így lightiba. Szia, melyik szerveren vagy? Péter kérdezte. Kérlek szépen a Hope Valley. Nem tudom, te melyiken vagy. Én a Hope Valley vagyok, mert úgy vettem észre, hogy a magyar játékosok többsége a Hope Valley mellett döntött. Úgyhogy ezért én is végül is emellett tettem le a voksom. Még ez a szerencsé, hogy később kezdtem, mert így legalább nem az volt, mert én, hogy lehet, hogy a Fall Forest-en kezdtem volna el, és akkor meg most kezdhetném megint előről, amit már annyiszor megtettem, és most már megmondom őszintén, annyira nem szeretném többször újra kezdeni a játékot. Ez most már megvan, és akkor ezzel már szeretnék elérni is valamit. 50%-on vagy deck. Igen? Az aksit kiírta, vagy kiírja? Tényleg ott van, mutatja. Jó, hát reméljük, hogy lassan fog merülni. Ez az 50% szerintem egy órát azért ki kell, hogy bírjam. És úgy is terveztem, hogy kb. Egy órát fogunk live-ozni, mert sajnos nekem már este meló van, úgyhogy ezt most nem tudom annyira elhúzni, ezt a live-ot. Ilyen kis sziklás helyen vagyunk. Közben a hempre is jó lenne figyelni, mert úgy látom, hogy csak berizt gyűjtöttem egyiken. Oké, megyek oda, írja Péter. Jó, nyerek, közben Robi is fölírt egy kis Robert a felhasználó neve. Jó.
akkor őt is már fel tudjuk venni. Flerit viszont nem látom. Fleri meg valamiért most nem jön. Ki ez eléggé szomorú. Kipróbáltad a PS4 plusz mobil kombót? Még nem próbáltam ki, sajnos arra még nem volt időm. Hát, és ahogy elnézem, szerintem csak jövő héten lesz rá időm áron, de jövő héten mindenképpen kipróbálom, megnézem, nagyon kíváncsi vagyok rá. Mert ha jól működik, akkor tényleg még az meg is érhet egy videót is akár. Úgyhogy mindenképpen ki akarom próbálni. Hú, az annyi sebzett az a nyíl. Na, ez már jó volt. Pedig azt szerintem tök mellé lőttem. Tényleg nem lootoltam ki őket. Vissza kéne menni akkor a helihez. Legalább Robit fölvesszük. Meg Deadpool, nem tudom, merre vagy. Majd egyszer. Hát, igen. Jelenleg sajnos csak most ezt tudom mondani. Na, ott a helikopter, meg szembe velem most pont. Akkor abba az irányba elmegyünk azt. Ott is ott a zombi. Meg egy medve is. Na, medvétől jobban parázok, mint a zombiktól. Így azért már komolyabb brigád. Pont arra kéne menni. Na jó, átfutunk. Ennyi. Úgyhogy mehetünk is tovább. Ott van fönt, jó, csak meg kell kerülnünk ezt az egész kis sziklásat. Na, emiatt a 60, 600 megabajtos update miatt nem nagyon fogok jönni. Nem mondod, most jött egy 600 megabajtos update? Ezt lehet, hogy én már letöltöttem. Hát igen, az baj, hogy itt azért nem egy kis játékról van szó, legalábbis így első ránézésre nagyon összetettnek tűnik. Tehát itt meséltek, ilyen sivatagos területre lehet menni víz alá, akkor ott van a Csernobil íven, tehát baromi sok terület van, ami miatt jó a játék, és ami miatt valószínűleg nem fog olyan könnyen monotonná válni, de mindig küldjük el a fertőzött cuccokat. Aztán vissza is megyünk szerintem, megcsináljuk a fejszét, meg a csapatot. Ja, hogy egyből vissza kell menni, és utána tudom majd a csapatot megcsinálni, jó? Ja, már megint a... Ezt most nem tudom, miért írja ki, eddig nem írta ki. Na most úgy látom, hogy most belázadt a két hang apa egymásnak. Majd ki kell kapcsolnom valami ebbe a hangot, és akkor úgy talán nem fogja kiírogatni. Ott is kiírja az aksi százalékát, ha megnyomod az invertet. Aha, de komoly. Tényleg ott van, de király. Ezek ilyen kis apróságok, de én bírom az ilyen apróságokat. Na, először vegyük fel akkor Robit. Deadpool esetleg. Deadpool még nincs. Szia minden, ami mobil gaming. Hello, szia. Mi a pálya? Szia, Metal Martin. Mi újság? Örülök, hogy itt vagy. És Gamer hát így, hogy végignézte a Med of Medan-t. Na, az király. Biztos, hogy durva volt. Gondolom, annak is ilyen több vége van, nem? Az is ilyen kicsit ilyen Detroitos vagy Until Dawn-os, inkább úgy mondanám. Hát biztos, hogy érdekes. Biztos, hogy nagyon érdekes lehet. Hát hamarosan, ha minden jól megy, és a gamer istenek is úgy akarják, akkor azt ki fogjuk próbálni. Egy max. 2 héten belül. És azért az biztos, hogy király lesz. Na, Robit vegyük föl Frennek. Ez az első feladat most. Közben írt már Szabi is. Na. Írta, hogy fú, most vissza kell görgetni. Kis Robert a felhasználó nevem. Pont így, ahogy írtad, mert csak az első kis betű, a másik nagy, és így a szünet. Hát, aha, ez így nem. Akkor lehet, hogy egybe van. Tudod, pontos az, hogy pontosan ugyanazt a nevet kell beírni. Különben nem fogja kiadni, vagy nem fogja beadni. Még esetleg megpróbálhatjuk így is.
Ja, de hülye vagyok, a tévetűt nem írtam, ugye? Bakker, nézd meg. Most én voltam a barom. De megint azt írta. És tényleg ennyire izé tompa vagyok? Na jó. Kitörjük az egészet még egyszer. De csak ezt írja be. Hát ezt most akkor nem csak én vagyok. Itt azért ő is hibás. Na Robi, akkor ezt most így nem fogjuk tudni megoldani. Lehet, hogy neked kéne fölvenned engem friendnek. És akkor úgy majd menni fog a dolog. De nem megy sajnos, Robi. Akármennyire is szeretném, nem igazán megy a dolog. Na, közben gyorsan csetre visszanézek, mert lemaradtam. Bálint kérdezi, most is kontrollerrel játszol? Igen. Azt onnan tudjátok a legkönnyebben megállapítani, mint nézők, hogy az akció gomb az itt van a jobb felső sarokba. Ráadásul ilyen nagyobb. Nagyobb a gomb. Ezt innen tudjátok megállapítani, hogy kontrollerrel játszom-e. Később majd, hogyha majd tesztelek más kontrollereket is, akkor lehet, hogy ez változni fog. De most még jelenleg, amíg ez a Battle Royale kontroller van, addig ebből ki fogjátok tudni következtetni könnyedén. De valóban most is az, hál' Istennek, a Life After-t is lehet így módosítani. Igaz, hogy túl sok változás nincs, de mégis legalább lehet használni. Úgyhogy tök jó. És akkor Marti mondja, semmi komoly veletek, hogy ígyek a fityek. Hát minden oké és minden rendben. Ma már kezdődik a meló sajnos. Ez milyen játék, kérdezi Metal Martin. Kérlek szépen, ez a Life After, ez egy ilyen zombis MMORPG, ami egész jó kis social elemekkel rendelkezik, és remélhetőleg nem lesz monoton 2 hét után, de erre nem mernék mérget venni, de ennek utána fogunk járni. Úgyhogy most ezzel próbálkozunk ezzel a játékkal. Csinálj egy partit, azt megkeresem. Jó, de ha nyitott partit csinálok, be fog lépkedni mindenki. Érted, Robi? Tehát ezzel meg az lesz a gond. Akkor meg be fog lépkedni mindenki, de hát most egy próbát tehetünk felőlem. Várjál, akkor open. Team up. Ja, itt van, csak az invite only az a baj. Tessék, át lehet állítani? Aha. Tessék, free entry, Dex Team. Szabad a vásárs, kacok. Hófoli megyébe, vagyis a Hófoli szerverem. Szabad a vásár. Túl hosszú a név, amit beírsz, Dex. Ja. Mész is áron, azért köszönsz? Mert akkor viszont én is elköszönök. Nehogy az legyen, hogy nem. Na mindegy, csináltam egy partit. Robi, úgyhogy most rám tudsz joinolni, hogyha úgy van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen a vége a Maid of Medan-nak. Hogy több vége van-e, vagy csak egy. Na, mindjárt begyűjtjük itt a postán kapott cuccainkat. Mert itt minden cucc fertőzött, és így postán lehet csak elküldeni magunknak. Itt van. Oké, össze is szedtem. Na már most. Ha már itt vagyunk, akkor próbáljunk még egy kicsikét építeni, illetve mielőtt még itt nagyon belemennénk. Itt csak fegyvert lehet. Hát most kicsit bajban vagyok, mert nem tudom, hol kell lekraftolni a fogalmam sincs, hol kell lekraftolni a sima fejszét. Lehet, hogy le tudtam volna ott is. Na nézzük még egyszer. Ide, most meg ja, mert nem volt nyersanyagom, csak annyi volt a gond, igen, jó. És azt viszont ahhoz nem kell. Nem kell akkor semmilyen munkaasztal nagyon nagy nyilakhoz. Ahhoz sem kell, abból is kraftolunk egy párat. Csináljunk fáklyát is, mert azt is Robi mondta, azt hiszem, hogy fontos, az is kell. Hát megcsináltam most az újat, átállítottam, nem tudom, láttad-e, Robi.
hogy átállítottam most. Aha, és ehhez viszont növény hiányzik. Na most akkor viszont, ha minden igaz, vissza fogunk tudni menni. Van fejszínk újból, fáklyánk is, minden. Készen állunk a kalandra. Hú, most egy kicsit meleg volt. Aztán lehet itt farmárkodni is. Ráadásul, ami még fontos, azok az ability-k. Amiket itt találunk, és hogy milyen irányba szeretnénk mi fejlődni. Ez a Durangóba is úgy volt, hogy az elején eléggé szórta itt a pontokat, aztán lehetett össze-vissza fejlődni, de félúton az ember rájött, hogy érdemesebb szakirányba, mert nem fogja tudni kimaxolni akkor egyiket se. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, hogy milyen irányba fejlődik majd. Itt szerencsére azért nincs annyi szakma, úgymond, mint a Durangóba. A Durangóba brutál, hogy mennyi minden van. Ez nagyon durva ilyen téren. Itt viszont hál' Istennek olyan sok minden nincs. Na, team up. Itt lehet hívni is amúgy embereket, de király, hogyha így esetleg szeretnél hívni a saját játékodba társakat, és nincsen a barátok között olyan, aki elérhető, akkor még itt is lehet. Olyan, mint a Rust csak telóra, azt mondja Bálint Gamer. Hát az lehet, sajnos a Rustot én annyira nem ismerem, az nekem kimaradt. Úgyhogy ez király, itt van Devin is. Szia Devin, ciao ciao. Na Robi, deck nyíltra átállítod, mert nem találok. Átállítottam nyíltra, de megnézem mindjárt még egyszer. Látod, free entry van, az a durva. De hát akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy elhagyom az egészet, és csinálok egy újat, és akkor azt pedig már úgy csinálom meg, hogy nyíltra. Bezzeg, orosz, és ja, hogy ők nekik itt van a nyílt partiuk, és akkor create team, free entry, dex team, fall forestbe, kaszuálva. Ennyi. Oké. Okay. És elvileg akkor kész is van. Tehát innentől most be tudom zárni, és akkor nem is kell mennem sehova. Robi már hozzám tud elméletileg csatlakozni, gyakorlatilag pedig ez a játéktól függ. Na, mi pedig, amíg Robi próbálkozik csatlakozni, kicsit felhúzzuk a második emeletet, ha már úgyis ilyen szépen elrontottam azt a lépcsőt, és ráadásul nem is lehet módosítani, akkor már azért a padlózatot nem szedtem össze, mi? Akkor gyűjtsük be. Na jó. Na gyerünk. Na, mert ez így hülyén néz ki nagyon. Még Áron mondta a balkonit, azt meg kéne néznem. Az még lehet, hogy esetleg egy kicsikét javít a helyzeten. Na most történt valami, szerintem valaki csatlakozott a játékhoz, legalábbis remélhetőleg. Most oda már nem is lehet rakni, úgyhogy nem is rakunk oda. Meg tudom nézni valahol? Na, Robi írt üzenetet. Na, Robi most már... Robihoz már el tudnék akkor menni, úgyhogy valami történt. Aha, és akkor elfogadjuk. Oké, na, csak sikerült. Akkor viszont most meg is tudlak hívni, hogyha esetleg nem tudsz csatlakozni. Jönnek a zombik? Az ez a riadója? Hát ja, éjszaka van, éjszaka szoktak támadni. Na jó, hát akkor most fel kell készülnünk a fogadásukra. Úgyhogy szépen beállítjuk itt a dolgokat. Remélem, azért később lehet majd valami csapdákat csinálni, vagy valami szentrigánt, ami automatán véd. Mert azért ez így elég gáz, hogy állandóan itt kell majd lenni. Hívjál meg úgy egyszerűbb. Jó, Robi, akkor mindjárt meghívlak. Amúgy melyik szerverem vagy, kérdezi Devin. Kérlek szépen a Hofwallin. Bálint közben pedig azt írja, hogy mennie kell. Jó live-ot, szia Dek, és jó munkát. Köszönöm szépen. Szia Bálint, köszi, hogy itt voltál, és köszi a megosztásokat. Béke. Szia, szia. Miért írja ki azt, hogy nincs hang? Azért írja ki azt, hogy nincs hang, mert a DU Recorder app-al live-ozok,
és a Life After játéknak a hangrendszere, illetve a DU rekordernek az, hogy én live-ba tudjak beszélni, az a kettő azért valamiért nem kompatibilis egymással egyáltalán, ez amúgy sok játéknál elő szokott fordulni, ezért se tudok PUBG-ba se voice chat-tel live-ozni, mert ti nem hallotok engem a cseten belül, és ezért írja ki állandóan ezt, majd ki kell itt kapcsolnom, lehet, hogyha kikapcsolom itt a hangot, akkor lehet, hogy ez így meg fog szűnni, ez a kiírás, és akkor ez már így nem lesz többet probléma. És akkor nem fogja kiírni, hát úgy látom, hogy nem nagyon történik itt semmilyen zombi támadás. Úgyhogy igazából no para, akkor viszont meghívom Robit. Meghívom Robit a teambe. Egyre máshol nem tudom, hogy hogy lehet a teamet módosítani. Na itt is van Robi, meg is hívjuk. Zsír. Na elvileg Robi elküldtem az invet, úgyhogy megépítettük az alsó szint, a felső szintnek az alapzatát. Nagyjából. Majd át is helyezhetjük, de a falakat felhúzzuk, viszont zombi hangokat hallok. Szerintem jönni fognak. Sehol senki. És semmi. Mindegy, én annyira nem bánom ezt, hogy most nem kell itt harcolni. Debbie írja, oké, és mindjárt leszedem a gémet, és a következő live-ban már játszhatunk is. Jó van, skacok, majd ezt mindenképpen így összehozzuk, meg egyeztetünk. Érdemes a Discordra csatlakozni, mert általában, hogyha többen vagyunk, meg így előre megbeszélünk játékot, azt ott Discordon szoktuk egyeztetni. Úgyhogy én javaslom, hogyha komolyabban van ilyesmi tervetek, hogy így gémezzünk együtt, akkor javaslom azért a Discordra való csatlakozást mindenképpen. A Smart Mobile Games Discord szerverére. Ott lehet talán így a legközvetlenebbül, meg a legkönnyebben így megbeszélni ezeket a dolgokat. Elég sok téma van, elég sok szobánk van. PUBG, Life After elsősorban most, amit nagyon pörögnek, úgyhogy valószínűleg live-ban is ez a két játék fog a legtöbbet pörögni, de én azért a Super meg a Champions-t is mindenképp szeretném nyomatni, mert nekem meg az a nagy kedvencem. Úgyhogy majd azért hébe-hóba Super meg a Champions is lesz, csak jó lenne, ha kicsikét jobban optimalizálnák, mert iszonyat laggolós még a game. Jó, hát akkor szerintem, amíg tudok, építkezek. Nem tudom, hogy Robi mennyire elkész. Ja, már bent vagyok. Akkor elmehetünk felőlem lootolni is. Csak én lepakolom ezt a pár cuccat, hogyha még egyáltalán van hely ebbe a Vine kabinetbe. Remélem még van. Csak ezt például nem tudom, hogy erre van-e valami megoldás, hogy 400 darab fát ne kelljen egyesével átgörgetnem, mert ez például baromi bosszantó. Formula sár, de hát szerintem nekem most az se kell. De ha 10 darab van, akkor azt is föl kell maxra így pörgetni. Most 10 darabnál nem gondolom, hogy 400 darab fát rakok le, akkor azért egy ideig kell pörgetni. Van 5 darab berim, akkor lehet, hogy egy gemet csinálok belőle. Úgyhogy akkor az marad. A kabinetet ezt elrakjuk, majd később kelleni fog. Hemp, abból megvan a 6 darab. Nem tudom, hogy elfogadta a játék. Majd meglátjuk, ez se kell most nekünk. Kövek se kellenek. Kövek se kellenek. Ez se kell. Ez se kell. Ja, ebből van vagy 3 darab ráadásul. Jó, a többi maradhat. Oké. A többi marad. És akkor annyi, hogy még szerintem tudunk lekvárt főzni. Nagyon nagy, akkor azt is megcsináljuk. És akkor főzzük a lekvárt. Ez is komoly amúgy, hogy kicsit olyan, mint a Don't Starba, hogy a négy fajta kajából kell összeállítani az alapanyagból maga a főtételt, és ezáltal ilyen különböző recepteket is lehet alkalmazni. Úgyhogy ez megint csak egy tök érdekesség a játéknak, és ezt csak a Don't Starba láttam én. Lehet, hogy más játékban is van, én a Don't Starba láttam, úgyhogy ez például tök király. Na, elvileg Robi a teamben van, ezt le is tudjuk ellenőrizni, azt, amilyen kis baseball jackie van, tök állat. Visszamenni viszont nem tudok, úgyhogy be kell zárni ilyenkor, és akkor újra megnyitjuk. És akkor menjünk a Fall Forestbe, Robi.
Van csont. Nálam azt nem is vettem észre. Á, jó, rakjuk ki a csontot. Szükség lesz a helyekre, mert most sok lootolást tervezek. Úgyhogy, ja, nem az ágyba rakjuk a csontokat. Ennyire betegek nem vagyunk. Nem csak a szekrénybe. Aha, itt van. Jó. Egy darab van, egy darab van. Oké, köszönjük. Nem tudom, miért mindig adom nyomok reflexből. De menjünk. Na, Robi, akkor Fall Forestbe találkozunk. Meg srácok, Deadpool, örülök, hogy itt vagy. Sajnálom, hogy halk vagyok, de kérdeztem, hogy mi a játékos neved, mert téged is felvettelek volna, és akkor gyere te is játszani. Csak nem tudtam, hogy mi a játékos neved. És kérdésbe írtad, hogy amúgy csináltam klánt. Ezt akkor gondolom, ezt kijelenteni akartad, vagy kérdezni akartad, hogy nem csináltam klánt, ezt így kijelented. Jó, hát igen, nagyon sok klán felkérést kaptam már, hál' Istennek, ez nagyon jól esett, mindegyik igazából. De azt beszéltük meg így a nézőkkel, hogy csinálunk egy ilyen Smart Mobile Games-es klánt. És hát mindenki azt mondja, hogy én áldozzam bele ezt az összeget. Úgyhogy valószínűleg akkor annyi lesz, mert nem kell sok hozzá. 500 arany kell, azt hiszem, és akkor meg is van. De úgyhogy, hát igazából így a közösen így megszavaztuk dolognak, ez lett a vége. És akkor írja Devin is, hogy jaj, abban a meccsben, amelyen folyton fightoltunk, akkor szinte folyton laggoltam, nem tudtam normálisan célozni. Hát igen, az is durva volt sajnos. Egyszer-kétszer nagyon durván bejött, viszont nekem volt egyik live-ba egy még keményebb, amikor majdnem 19-en voltunk egy elég szűk körön, már elég összeszűkült a kör, és 19-en voltunk, és ott pedig már szinte ilyen diavetítés volt az egész, az volt a legdurvább, hát az már totál élvezhetetlen volt. Még egy kis laggal én még úgy, ahogy el vagyok. Á, itt van Robi, szevasz! Integessünk Robinak. Csáko! Na, milyen puskád van már neked? Na ez igen, festés is van rajta, minden. Nagyon pöpec. Na jó, most kacok, akkor itt az idő. Boss már jelez valamit. Arra, ja, csak köszönt Fülesnek. Ha, Füles, ekkora kis dobberman. Na jó, van Robi, egyelőre akkor szerintem lootolgassunk, jó? Úgyhogy azért maradjunk viszonylag közel egymáshoz, de hát gondolom neked is kell lootolni. Úgyhogy akkor vessük is be magunkat. Robi rámegy erre a fára, akkor én megyek a másikra. És akkor végülis ez így tök jó, hogy így friendek is így össze tudnak jönni, és akkor tényleg így együtt mennek lootolni, ha az egyik bajba kerül, segít a másikon. Természetesen azért ehhez kommunikáció kell, tehát Discord szerveren vagy a játék csetén keresztül azért meg kell, hogy legyen a kommunikáció, de nagyon kis feelinges. Meta Martin kérdezi, hogy PC verzió nincs, sajnos nem tudok róla, viszont a NetEasy át szokta rakni a játékait PC-re. A Cyber Hunter is, ha jól tudom, már elérhető. Bár ezt múltkor beszéltük, hogy megnézem, és sajnos nem néztem meg. De azt hiszem, hogy a Cyber Hunter is már elérhető PC-n. Úgyhogy nagyon bízok benne, hogy esetleg ezt a Life After-t is megcsinálják, mert szerintem még PC-n is megállná a helyét. Nem igazán van ilyen jellegű játék, én tudtommal PC-n, és igazán hangulatos, egész feelinges, úgyhogy szerintem elférne a PC-s játékok között is. Sőt, azt mondom, hogy még talán meg is állná a helyét a PC-sek között. Persze a célzásom meg az ilyen apró grafikai dolgokon azért még van mit fejlődni a PC-hez, de szerintem ez már nem olyan nagy dolog, ezt talán könnyedén meg tudják csinálni. Alapjáraton sem csúnya itt mobilon a játék, tehát itt azért elnézünk, itt már azért van valami táj. Tehát itt azért már jó, most kicsit ilyen szürkület van. Annyi nem, de hát legalább azért van egy kis folyócska. Jó, hát azért nem PC, tehát PC-n azért ez még kevés lenne. Erre nem is lehet menni. Robi is itt vágja a fát. De minden esetre el lehet vele hülyéskedni, szerintem. Mondom, még a házat is láttam neten, olyan házakat csináltak, hallott, hogy simán beleköltöznék még az életbe is. Fullos pecókat raktak össze, amiket így láttam videókban. Le a kalappal, nagyon durva. Na, közben Vámos Art Drawing föltöltött egy videót. Nem tudom, hogy ti föl vagytok-e iratkozva rá. Sokan azt mondják, hogy azt hiszem, hogy a videománia, ugye? Nem, nem a videománia.
Hát én most nagyon gyorsan akartam mondani, és most nem fogom tudni. De mindegy, a Vámos Árta egy nagyon népszerű videós, aki rajzos videókat szokott csinálni, egy magyar videós. Elég sok feliratkozója is van, azt hiszem olyan millió körüli. És nagyon jó kis rajzokat szokott csinálni, meg a technikáját is mutatja. Barom jó, én nagyon szeretem nézni. Úgyhogy ajánlom nektek is. És ráadásul egy magyar emberről van szó, ami még plusz érdekesség. Devin utána nézett, Cyber Hunter csak emulátorral megy PC-n. Na, az viszont érdekes. Az viszont úgy érdekes, akkor viszont az sincs PC-n hivatalosan, így ennek tükrében akkor nem biztos, hogy a Life After is meg fog jelenni. Na, nézd meg a boss, hogy pitizi. Hát, bocsi, boss, de tényleg a kutyát is etetni kell, nem? Na, azt se tudom, hogy kell. Hú, Robi meg nyomja közben, én meg csak itt dumálgatok. Robi meg vadul lootol. Van valami feladatom most? Most így. Nincs. Na jó, akkor viszont lootolunk, mert az kell bőven. Fa az rengeteg kell. Meg hát aztán kő is. Úgyhogy a játék alapjáraton ebből áll, ebből a kicsikét monoton lootolásból, de ahogy fejlődsz, egyre nagy, messzebb területekre tudsz elmenni, és elvileg, ennek akarok utána nézni, hogy nagyon változatosak a területek. Amúgy ez is tök jól meg van csinálva, hogy ne egy ilyen kicsike kis maf rész van, mint mondjuk egy, és nem akarom ezzel példálózni, de mint a Last Day on Earth-be, hogy van egy kis terület, és akkor ott mész, hanem itt igenis itt azért lehet mászkálgatni. És ráadásul, hogyha este van, akkor ugye támadnak a fertőzöttek. Gyere, Robi, menjünk be a házba, menjünk be fedezékbe, ha most nincs kedvem zombik ellen harcolni, és megmutatjuk legalább a kártyajátékot is, ami nem lesz egyszerű, de remélem, hogy megoldjuk, mivel nem egyedül kell játszani, hanem a társunkkal, akivel együtt ott vagyunk, de ez lehet bárki, egy random player is lehet igazából. Na, gyerünk! Robit megvárjuk. Közben itt van 8-ball pool is. Fú, Robi lemaradt. Már nincs csak vissza, hogy bajba legyen. Tök jó, hogy a térképen is jelzi, hogy hol van a társunk. Nagyon nem tud el kolbászolni. Aha, Robi harcol. Jó, hol van a... Itt a macsétám. Jó, na menjünk Robi vissza akkor, nem? Hát úgy látom, Robi nem akar visszamenni. Amúgy nem olyan veszélyes az éjszaka, túl lehet élni, de szerintem van, amikor durvább, van, amikor nem. Illetve hideg is van, úgyhogy én viszont a ruha hiánya miatt biztos, hogy bemegyek a bunkerba. Vagy ebbe a kis menedékházba. Na, ha Robi is bejön, akkor lehet, hogy még kártyázunk is egyet. Na, gyerünk! Igazából egy tök egyszerű memória játékról van szó. Várjál, tudok küldeni a Robinak invet? Aha. De nagy. És el is fogadta, király. És akkor el is tudjuk kezdeni. Hogyha Robi is leredizi. Ne csináld már, Tigris, na jó, ne haragudj meg, Tigris, de én most teszem el a modiságodat. Ne haragudj meg, de már tudtam, hogy már a Larry-nél lehet, hogy el kellett volna venni, de akkor ezt inkább most így hagyjuk. Úgyhogy most ezt így el is vettem tőled. Sajnos nem tudom szerintem visszavonni. Mindjárt megnézem. Nem, sajnos nem tudom visszavonni a tiltást, a büntetést. Úgyhogy Devin előre is bocsánatot kérek, vagy utólag is bocsánatot kérek Tigris nevében. De mit csináltál, Tigris, hallod? Teljesen izé, megvadultál. Jaj, Tigris, Tigris! Ó, Istenem, hihetetlen vagy, komolyan mondom. Na mindegy, a modiságot azt most ezennel ünnepélyesen sajnos elvettem. Úgyhogy ezt majd, erre majd visszatérünk. Na mindegy.
Hát nem mindegy, mert ez azért szomorú, úgyhogy Devin, bocsi, ne haragudj, hogyha nézed a live-ot. Ez sajnos ez az én részemről kellemetlen, úgyhogy most próbáljunk meg inkább a játékra koncentrálni. Úgyhogy előre is bocsánat, és utólag is, és ezért majd valami engesztelésképpen, ha gondolod, kitalálok valamit. Tesz Robi, hogy vágja ennyire? Az nem ugyanaz, hasonló csak. Hú, ez csak nem olyan volt, ugye? Ja, nem. Azt hittem, hogy az olyan volt. Rip Tigris módja, hát igen, az rip lett most. Na, közben menjünk tovább. Ja, ezt már felfordítottam, jó van, figyeljünk most már egy kicsit, mert ez memória játék, ide még észre is szükség lesz. Aha, király. Húha, az ott volt? Nem. De ez viszont itt van. Király, ez nagyon jó. Hú, ez is itt volt valahol lent szerintem. Itt az itt van. És ez pedig valahol itt volt. Nem. Pedig itt volt az a farakás, én úgy láttam. Nem, most már jól nem emlékszek rá. Úgyhogy hagyjuk inkább. Nézzük itt mi van. Á, itt volt. Azaz. Nagyon zsivány. Van még 15 másodpercünk. Ez majdnem az volt. De itt van. Nem ez? Nem ez, ez se az. Már hülye kövek tökre hasonlítanak egymásra. Na ennyi. És akkor ilyenkor, ami nyersanyagot sikerült így megtalálnunk párba, azokat meg is kapjuk. Tehát fát meg követ, az sikerült gyűjtenünk. Viszont ilyenkor általában egy játék, és vége is az éjszakának. Úgyhogy olyankor pedig mehetünk tovább lootolni. Úgyhogy szintén nagyon király. Gamer HD-re előző live-ba is letiltott valaki Tigris. Igen, emlékszem, akkor Larry tiltotta le. Most pedig Devint, úgyhogy ennyi volt. Flerytől is elvettem a modit, amikor ilyeneket csinált, úgyhogy Tigris von is most már nem moderátor. Hát mindegy. Ez van. Én Tigris nagyon csípem, de vannak feladatok, amikhez még lehet, hogy fel kell nőni. Semmi gond nincs ezzel. Idővel ez elér mindenkit. Hú, Robi, hogy lelőtte a szarvast. Viszont én nem gond, ezt most nem pofátlanság volt, de én ezt most összeszedném a nyersanyagot belőle. Azért nem mindegyiket hagyunk Robinak is, de egyet azért megcsináltam. Na, ott is ott mennek a szarvasok. Baromi jó kis állatvilág van. Na nem tudom, menjünk le. Ezért szeretnék, egy kis követ szeretnék gyűjteni. Ez most ezen a területen nem nagyon van. Úgyhogy akkor vágunk egy kis fát igazából. Hát mindegy, ez van sajnos. Most már megyünk tovább. Robi mit csinál? Semmit egyelőre. Nagyon simán át lehet úszni is, ez is nagyon király. Gyere Robi, nézzünk el erre is. Mit találunk itt. Meg azt hiszem komoly enemik is vannak ám itt errefele. Már nem pont erre, de hogy ezeken a területeken. Mindegy, vágok fát akkor, ha már van egy új fejszém úgyis. Úgyhogy ennyi igazából. Na még egy kicsit. Robi, itt van ő is. Na, aztán ha valami szörnybe belefutok, egyedül tuti végem lesz. Nagyon kis gyenguska a karakterem.
Kő viszont erre nem nagyon van. Muszáj egyelőre fát gyűjteni. Most már 18 tételem van a 21-ből. Úgyhogy lassan most... Hoppá! Hú, ezt most nem baj, felveszem meg én, Robi. Húha, a petem nem kiírta, hogy nem boldog. Mi a baj, boss? Kaját kéne neki valahogy adni, de hogy lehet? Nézzük, csak nincs valami petjel. Itt van valami petjel. Aha! Te király! Tessék, kapsz egy ilyen szép nagy húsi. Ja, ilyen nem, nincs ilyenünk van. Tessék. Meg kapsz egy csontot is hozzá. Ennyi, boss. Halózz csak be gyorsan. Nincs meganimálva, úgyhogy mehetünk is tovább akkor. Na jó van. Merre? Hát erre nem, mert itt aztán se kő, se semmi. De mondjuk a térkép jelez itt azért. Hú, ott van egy piros kereszt. Ott valakit megöltek. Ott is lehet valami loot. És itt még zombi hörgés is lehet. Na, mi a tetem? Szarvas. Ja, valaki levadászta, azt itt hagyta. Még egy kis őzike. Menjünk vissza a Robi felé. Még mindig 18 tétel van, még egy kis követ kéne intézni, de nem nagyon van. Nem nagyon van itt kő. Itt akkor vágok fát, az is kell. Fa is kell, úgyhogy nincs mese. Nem tudom, telóra leszedni. Miért, Martin? Azt írja ki, hogy az eszköz nem megfelelő? De vannak erre megoldások, mert sajnos elég sok mindenkinek kiírja, és igazából nekik is működik. Robinak nem kell a fertőzött vér, akkor én elviszem. Hát kaját nem fogok belőle csinálni, az biztos, de valamire csak jó lesz. Úgyhogy úgy lehet ezt megoldani, Martin, hogy vannak alternatív letöltő oldalak, és érdemes onnan letölteni. Én például az APK port ajánlanám, számomra azt tűnt a legbiztonságosabbnak, és ott le kell töltened sajnos egy ilyen alkalmazást hozzá, a kezelőjét úgymond, és akkor ott le tudod tölteni, és ott viszont nincsenek ilyen problémák, hogy azt írják, hogy az eszköz nem kompatibilis, mikor közben igazából kompatibilis, csak a playerú az, a Google-nél úgy gondolták, hogy nem az. Lehet egy ilyen probléma, nem biztos. El tudod adni a fertőző vért, írja Deadpool. Köszi szépen. Figyelj, akarsz jönni játszani? Jöhetsz, Deadpool, nyugodtan. Te is itt kicsit lootolgatunk itt együtt. Igazából nagy action-t még nem terveztünk. Csak nem tudom a nevedet. Hogy mi a gamer neved. És hogyha így fölveszel friendnek, vagy fölveszlek én, hogyha leírod a gamer nevedet, akkor tudsz is jönni velünk már. Meg ha valaki esetleg akar, akkor ő is. Ugyanis akikkel előre megbeszéltük, azok nem nagyon jöttek, de hát annyi baj legyen akkor majd. Alkalmazkodunk a helyzethez és játszunk együtt. Deadpool Hun, ez a nevem. Hát mondjuk ezt kitalálhattam volna. Jó, figyelj akkor, úgyis most a 19 tételem van, most ezt a kettőt akkor már nem kukázom össze. Akkor hazamegyünk. Jó, Robi, te is akkor nem tudom, hogy látod-e, vagy hallasz-e, de akkor jelöltem is egyet. Ha menjünk haza, és akkor Deadpool-al is menjünk el még egyet lootolgatni. Aztán megnézhetjük a 101-es körzetet, amit én így hívok. Amúgy valami 101-es hópizé a neve. De nekem ilyen 101-es körzet feelingre van az egésznek. Úgyhogy jön ott. Pont jönnek a izék, zombik is. Robi, gyere, menjünk inkább, hagyjuk most őket. Ott egy farkas pucolt éppen. Lehet ő is a zombik elől. Négy macsétát azért kézbe veszek. Sőt, van fáklyám is. Akkor használom azt is. Fogalmam sincs, hogy mire jó, mikor van alapból elemlámpám. De hát mindegy. Ja, de várj, ez nem is a izé. Hazavezető út. Nekünk így van, Robi. Bocsánat, Robi kapcsolt. Én nem kapcsoltam. Nekünk most evakuációs pontot kell keresnünk. Na, megnézzük. Ja, ne. De elalszik a fáklya, jó van. Ez kicsit kellemetlen lett volna. Hát, jó, oké. Ez se úgy van, ahogy kéne, de nem baj. A Dragon's Dogmában legalább újra kell gyújtani a lámpást, hogyha víz éri.
De hát ezek apróságok, már csak ilyen kis szőrszálhasogatás a játék élményen. Oly keveset veszítenek ezáltal, vagy oly keveset veszít a játék élmény ezáltal. Viszont én a ha is esőbe is, jó, annak hogy az király, hogy esőbe is kapec van. Na. Jó irányolják, hú, most a szét fog fagyni, sietni kéne. Éhes is a karakterem, már azért a HP szint is igencsak negyedénél jár. Ide meg beszaladtam a zombikhoz. Ott a helikopter. Gyerünk, tűnés. Már itt morgott mögöttem. Kis morgó Marci. Jó, és akkor én haza kell küldeni az összes fertőzött dolgot külön. És mi csak úgy tudunk hazamenni utána. Set revival pont. Azért vannak még ilyen érdekes dolgok, de ezeket nem igazán tudom értelmezni, úgyhogy storage service, lehet, hogy őt raktárnak is lehet használni, és itt lehet hagyni bizonyos cuccokat. És akkor nem kell cipel. Hát jó, mindegy, én cipelem az inkább magammal, de ezt majd kipróbáljuk. Na vissza a táborba, gyerünk! És akkor Deadpool mindjárt fel is veszlek. Ki hitte volna, írja Gamer HD is. Igen, hát igen, jogos, jogos, jogos. Teljesen jogos. Na, itt vagyunk. Ja igen, akkor Deadpoolt fölvesszük. Szia, Szabi! Ha Archangel 666 bejelölt friendnek? Jó, elfogadjuk. Szia, Archangel! És akkor Deadpoolt be behívjuk. Nézzük, csak jól írom. Nem akarom elérni, mint Robinál. Deadpool. Jó. Nagyon jó. És csupa nagybetűvel. Hun. Lássuk. De ezt most miért így csinálja? És tuti ezért nem fogadja el, mert... Most én csinálok valamit hülyén? Most találkom olyan, mert tök hülyének érzem magam ezáltal most. De hát nem igazán értem. Deadpool, nem tudlak. Hát most nézd meg, szivat engem a játék. Most látod, nem... Robinál se engedte az utolsó betűt beírni, nála se engedi az utolsó betűt. De csak az utolsót. Láttatok már ilyet? Úgyhogy légy, hogyha gondolod, akkor jelölj. Te inkább Deadpool. Mindjárt mutatom a nevemet, tök egyszerű. DEQ. Úristen, mindjárt meghalok. DEQ a nevem. Mindjárt mutatok egy képet, ahol le van írva. Hát itt sincs. Ja, de itt van bal felső sarok, az óra alatt 14 tek. Sexy Baby írja, ez olyan, hogyha nem tudod elraktározni, akkor ő helyetted elrakja. Én vagyok Archangel 666. Á, szia! Király, üdv a csatornán, és üdv a játékba is. Engem is meghívsz? Igen, van hely még, úgyhogy természetesen gyere nyugodtan. Meg is csinálom akkor, csak Deadpoolt, akkor légy szét, te jelölj be. Mert egyszerűen látod, hogy nem akarja az igazságot. És akkor Archangel is itt van. Meg is hívtuk. Szuper. Aztán mondom, hogy ha van kedvetek, majd csináltunk akár ilyen háztűznéző lakáslátogatást is. És akkor így meg lehet mutatni a pecókat, mert hát én egyelőre nem tudok mit mutatni. Ebből a szakadt kis viskóból, ahol meg a lépcső is tök szarul lett lerakva. Úgyhogy egyelőre nem tudok komolyat virítani. Hát majd azért majd változtatok az elrendezéseken. Szépen, na, föl kell szednünk a nyersanyagokat, amiket küldtek a postán. Ezeket bedobáljuk szépen a ládába. Personal info, elfogadjuk az összeset, köszönjük szépen. Óriási. És ezt le is dobáljuk.
És akkor menjünk még egyet lootolni, és kacok. Csak még lehet, hogy Deadpoolt meg kéne várni. Hogy vagy fent? Azt kérdezte Deadpool. Hát Deck, tehát DEQ, nagy D betűvel. Igazából nem nehéz. A lényeg az, hogy remélem te is a Hope Valley szerveren vagy. Ez az egy, ami fontos. Az összes többi az nem. Na itt a 400 darab fa, erre nem tudom, hogy van-e valami egyszerű megoldás, de 400-ig el kell pörgetni. Én erre nem jöttem rá, hogy itt van-e valami olyan, hogy az egészet átrakná-e. Nem. Ne, egyszerűen nem tudom. Move same items. Aha, ennyi. Na akkor csak van egy gomba. Jó van. És akkor már csak az ilyenek maradnak meg. A bőr, vagy a fákja, vagy a berry. A berryt azt megtartjuk, megnézzük a lekvárt. Hogy áll a lekvár? Kész is van, nagyon nagy. Tudunk-e még csinálni? Hát nem. Húst is tudunk sütni, ami gombás, bogyós, húsos valamit fogunk csinálni, és akkor itt van az ismeretlen kaja ebből, amit alkotni fogunk. Hát, meglátjuk, 20 másodperc is kiderül, hogy Deck Gourmet mit alkot, vagyis Deck Gourmet mit alkot, aztán ennyi. Kattints a számra és gépeld be, vagy dupla kattintás. Á, köszi az infót, és tényleg ezt Robi is írta, csak elfelejtettem azt hiszem a dupla kattintásos dolgot. Na, mit csináltunk? Az a neve ez? Mushroom Skewers? Aha, jó van, jó hangzik. Én nem vagyok egy nagy gombaevő, de mindig ezt megkóstolnám azért. Jó, na gyerünk, töltsünk HP-t, amíg tudunk. Jó, töltsünk még egyet. Nem kell, jó lesz ez így, elég lesz. Jó, közben lehet, hogy Deadpool bejelölt. Nézzük csak majd. Ez az! Nagyon nagy. Akkor mehetünk, srácok, akkor egy kis loot balhéra, hogyha van kedvetek. Megint ugyanoda Fall Forestbe egyelőre. Aztán később pedig majd keresünk valami komolyabb helyet. Én kidobáltam mindent, ugye? Hát hús van. Nem baj. De inkább izé, inkább ledobom a húst is. Vagy odaadjuk bossnak. Megetetjük vele. Boss-t. Egy darab. Mindegy. Egyé csak kutyuska. Nos, kacok, akkor szerintem ha van kedvetek, akkor mehetünk is. Deadpoolt még behívom a partiba. A teambe. Így mi. Deadpool. Nagyon király, meg is vagyunk. Elvileg el is fogja fogadni szerintem hamarosan. Á, itt is van Deadpool. Nagyon király. De durva, neki hungari van kiírva. És mindenkinek másnak. Ő úgy látszik, hogy ő Life After-ba is már Magyarországon jár. Nem vagyok meglepve, ha van Csernobyl is benne, akkor miért lenne Magyarország is igazából. Úgyhogy tök király. Na, akkor irány Fall Forest, fiú. Srácok, menjünk Fall Forestbe! Á, köszi Gamer HD. Ja, igen, csak itt most pont deck. Szegénynek lőttek a modiának. Na, a tigrisnek azt mondtam, hogy lehet lebombázom, és ezért lemutolt. Hát, nem tudom, Devin, hogy miért mutolt le, de az ok nélküli mutokat azt nem szeretem annyira, és éppen ezért, hát el is vettem a modiát. Már múltkor is csinált ilyet, már akkor most mondtam neki, hogy elveszem, csak ez nem történt meg, de úgy látszik, hogy ő szerette volna ezt. Mindegy, hát majd ezt beszélek vele, úgy is szoktam a Discordon is beszélni, talán annyira nem haragszik meg, meg úgy látszik, hogy eléggé megbánta a dolgot. Hát mindegy, de ezt akkor is most ezt a büntetést megkapta. Remélem azért még fogjuk itt látni nézőként. Na, skacok! Itt van Francesco, hát nem ő rá számítottam, megmondom őszintén. Közben Gameplay Warrior is feltöltött egy videót. Á, itt van a csapat Deadpool is, itt van Robi is, hol van Archangel? Archangel még lehet, hogy otthon van, de mi már itt vagyunk. Köszönök is a skacoknak. Hello Deadpool! Neki is már egész komoly kis puskája van.
Ez olyan, mint egy Uzi. Elnézést, Deadpool, az ott egy Uzi? Nagyon úgy fest. Micsoda reklámdum az lenne. Elnézést, az ott egy Uzi? Aki megmondja, hogy ez melyik filmből volt ez az idézet, az a következő PUBG Live-ban folyamatos partnerem lehet a játékon belül. Ha valaki megmondja, hogy ez az idézet melyik filmből volt. Srácok, egy kis kvíz kérdés. Így előre. Eléggé nehéz kérdés, kétlem, hogy bárki is tudná. Meglepődnék, ha bárki is tudná. De próbaképpen. Kattints a számon és gépeld be. Még rendezkedek, írta írta Archangel Sexy Babe. Jó, oké, akkor viszont mi menjünk szerintem. Kacok. Én azt javaslom, nekem legalábbis kéne még lootolnom rengeteg mindent. Úgyhogy menjünk, lootolgassunk, azt ha bármi van, akkor... Ja, hogy most jönnek a zombik. Akkor viszont annyira ne váljunk külön, inkább mégiscsak azt mondanám. Ő is már rohan a menedékházba szerintem. Deadpool-lal. Deadpool-lal annyira nem parázok, az a Zuzit elnézve. Annyira nem parázok. Ha viszont senki nem tudja, Metal Martin tippelt egyet, hogy Argó. Nem sajnos, de értékelem a tippedet. Nem, sokkal régebbi filmről van szó, és egy amerikai film. Egy amerikai film. Annyit segítek, hogy a főszereplő Mel Gibson és Robert Downey Jr. Közben engem leütöttek, miközben itt a cseten dumálgatok. Ennyit segítek segítésképpen, hogy ez az idézet, ez Robert Downey Jr. és Mel Gibson párbeszéde is volt ráadásul. És pontosan így hangzott, hogy elnézést, az ott egy Uzi? Azta, milyen jó kis reklámszöveg lenne ez. Elnézés, az ott egy Uzi? És ez Robert Downey Jr. és Mel Gibson között hangzott el egy bizonyos filmben. Így már rengeteget segítettem, hamarosan szerintem kapom is a helyes választ. Legalábbis, ha valaki Google közelében van. És most már többet nem segítek. Na, skacok, viszont mi akkor? Nem tudom, zúzunk? Én még egyre nem fázok, hogy addig mehetünk zúzni. Viszont a lootolás az nekem számít. Aha, ennyi volt. Most már fázok, úgyhogy bocsi, de nekem akkor el kell mennem ide. A menedékházba. Nem tudom, hogy ti lehet, hogy ti jobban föl vagytok öltözve, azt a ti karakterétek bírja még. Az enyém sajnos nem, és úgy látom, hogy azért vannak még páran, akik szintén nem. Ha van kedvetek ilyen kártyajátékot játszani, akkor nyomhatunk egyet. Csak pont az előzőnél volt a tigrisfunos szitúja, és teljesen elterelte a gondolatot, és Devin írta, hogy ér Amerika, az igen. Na, Devin nyert is. Úgyhogy akkor a következő PUBG Live-ban Devinnel akkor ő folyamatos partner lesz. Úgyhogy gratulálok a nyereményhez. Nem egy nagy dolog, de remélem azért örülsz neki. És én meg örülök, hogy kitaláltad. Így van, ér Amerika, én nagyon szeretem azt a filmet. Egy igazi kis ingyentség az a film, egy jó pofa kis akcióvígjáték, Robert Downey Jr. fiatal korába, még amikor szárnyávit próbálgatta, és Mel Gibson egy nagyon fantasztikus jó filmbe szerepeltek, ez az Ér Amerika, csak ajánlom, tudom, srácok, ha nem láttátok, nézzétek meg, röhögés a végig a film, szerintem még mai fejjel is megnézitek, még akkor is szét fogjátok röhögni magatokat. A vietnámi háború, de nem pont a vietnámi, a laoszi háborúról szól, méghozzá a pilótákról, akik repülőpilóták ott, és hát nem fizetik őket meg teljesen jól, és igazából ezért egy csomó illegális dologba próbálkoznak, szerencsét, mint fegyvercsempészet, de hát ott konkrétan még az állam és a CIA és mindenki kábítószerűen dropból szerzi be a pénzt a háborúra. Nagyon durva film, tök jó. Úgyhogy érdemes megnézni, és mindezt egy ilyen vígjátékos hangulatba. Jó, jó film. Inkább akcióvígjátéknak mondanám. Na, közben nem tudom, játszunk egyet? Deadpool-al nem játszottam, úgyhogy meghívom Deadpool-t. Hogy kell? Aha, hát ha van kedve Deadpool-nak egyet játszani. Igen, el is fogadta, király. Akkor el is kezdjük, mindjárt leredizi, és akkor kezdhetjük is. Úgyhogy így van, ez az Ér Amerika című film volt. Beírtad Google-ba, vagy tudtad véletlen? Nagyon kíváncsi lennék rá. Nyugodtan elmondhatod, az se baj, ha beírtad Google-ba, én mondtam, hogy nyugodtan be lehet írni oda is. Úgyhogy igazából nyugodtan elmondhatod, csak kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Húha, ott már valami hasonló kő volt szerintem. Aha, Deadpool képben van. Ez is volt már.
Majdnem. Itt volt, azt hiszem. Igen. De király. Kaptunk időt is. Na, ilyen kő is volt valahol. Ja, nem. Mellette van, figyeld? De nagy. Na, aha. Jó. Jó, így megy. Ilyen is volt, de azt már összeszedtük. Na, aztán összeszedtük. Többször ismétlődik. Ja, igen, ez pedig több. Húha. Aha. Ez ott volt, nagyon nagy. Ez is volt már valahol. Nem. Első volt? Nem. Bakker pedig volt. Na, most megint az internet. Hogy Istenem, hogy valami mindig van. Ilyen ez a kis világ. Jó, úgy látszik, hogy helyreállt a dolog. Néha itt ez a Life After-nél történnek fura dolgok. Á, király, ez is megvan. Na, ez itt volt valahol, majdnem. Ez fölötte, valahol, igen. Pedig itt volt valahol. Itt van. Nem. Nézd, ott van fölötte most. Ez az. Kis lovettát is kapjunk azért. Ez meg ott volt jobb felsőben, nagyon nagy. Húha, ez nem tudom hol volt. Itt volt. Ott is lovetta van. Azt is meg kéne találni. Itt a lovetta. Ez az. Csak úgy dől elé. Csak úgy dől elé. Google a barátunk, nem Devin. Hát igen, ez valószínű volt, ez azért egy elég régi film. Még valamikor szerintem 89-ben adták ki szerintem, nem? Vagy talán 90-es évek eleje. Persze, de amúgy még nem láttam, de kíváncsi lettem, rákerestem. Mindenképpen tényleg ajánlom nektek, srácok. Nagyon jó kis film, annak ellenére, hogy ilyen régi. Annak ellenére, hogy ilyen régi, marha jó. Úgyhogy tényleg ajánlom. És most pont adta is ezt az idézetet, mert Deadpool megjelent egy Uzival, úgyhogy ezt nem bírtam kihagyni. Na, viszont arra gondoltam, hogy ha majd lesz ilyen PUBG játék veletek, akkor lehet, hogy lesz egy ilyen kvízes játék, és aki így a kvíz kérdésekre így helyesen válaszol, tehát így gyorsan be tudja írni a Google-ba a kérdést, és beírja a chatbe, akkor azokkal fogunk itt sorrendben így játszani. Mert tegnapi live is nagyon király volt, Gamer HD nagyon sokat segített nekem, úgyhogy nagyon király volt. De eléggé káoszos volt a dolog, és ezért valami kis rendszert meg kéne próbálni belevinni. És hát azt találtam ki, hogy megpróbálunk egy ilyen kis kvíz, de hát nem ilyen atomfizikai kérdések lesznek, hanem inkább ilyen popkulturális kérdések, gémeres kérdések, filmek, de nem lesznek ilyen nehezek, mint ez a mostani volt. Ez most csak ilyen kis, tényleg spontán jött. Úgyhogy csak ezért, de viszont lehet, hogy a következő PUBG Live játék veletekben ilyen kvíz kérdésekbe lesz majd így a dolog. És akkor úgy fogunk tudni majd együtt játszani. Nem tudom, hogy fog működni, megpróbáljuk. Szerintem ez fog függeni a kérdésektől is, de hát nem lesznek olyan nehéz kérdések. Ilyenek lesznek, hogy mikor jelent meg a PUBG Mobile Magyarországon. A Play áruházban. Ez is tök egyszerű. Ha valaki esetleg nem tudná, 2018-ban. Tavaly jelent meg. És ilyen hasonló kis egyszerű kis kérdések, csak azért, hogy meglegyen a rendszer az, és hogy ne az legyen, hogy esetleg én valakit kihagyok, mert annyira pörög a chat, hogy nem vettem észre, hogy ő jelentkezett, vagy ilyesmi, hanem akkor tényleg nézni fogom a chatet, és aki így be tudja írni, az szépen akkor így. Azt még nem tudom, hogy úgy lesz, hogy az első három, aki be tudja írni játékos, ők fognak jönni, vagy pedig külön három kérdés is lesz egy játék előtt. Ezt még nem tudom, ezt majd még kitaláljuk. Deadpool kérdezi, hogy amúgy lesz majd kínai PUBG? Fú, ezzel most megfogta ezzel a kérdéssel. Nem is tudom, hogy most gondolom, feltételezem a kérdésből, hogy akkor van különbség a kínai PUBG és a európai között. De annyira nem vagyok otthon ebben a PUBG dologban, hogy most miért lenne olyan nagy különbség. De hát, hogyha olyan nagy különbség van, akkor lehet. De ha csak mondjuk annyi a különbség, hogy más a betűtípus, és így megnehezíti még jobban a játékot, akkor viszont nem biztos. De ha van érdemleges változás, különbség, akkor szerintem lehet róla szó.
írja is Deadpool, hogy igen, van, már lassan PC-s verzió, ne viccelj. Ne viccelj, hogy lassan PC-s verzió szintet fogja elérni. Hát én szoktam nézni Reutonnak a PUBG-s live-ait, és azért ott én látom azért a különbségeket. Tehát úgy, hogy most már így én is elkezdtem így a mobillal játszani, és nézem Reu live-jait, azért vannak különbségek. Azért jól meg van csinálva, főleg a mobiloshoz képest a PC-s verzió. Mi az, meg fog fagyni? Ne! Nem figyeltem. Panyek, itt fog meghalni. Nem, ez a kis kedves. Ja, Archangel itt van. Ú, köszi Archangel. Jövök egyel neked. Nagyon köszi. Gyorsan itt meg is. Hogy kell megköszönni? Van itt ilyen? Csak izé van. Tapsolás? Hát mindegy, az is. Az is valami. Köszi szépen. Jövök egyel neked most. Az tuti fix. Most gáz lett volna meghalni. Úgyhogy köszönöm szépen. Na menjünk szerintem tovább egyelőre. Robiék most nem tudom hova tűntek. Robi és Deadpool. Még egyelőre még csak itt a fagyűjtögetésen kéne túlesni. Még most már jól lenne követ is gyűjtögetni, mert valószínűleg az is fog kelleni. Szeretnék majd én is most már egy shotgunt vagy valami jó kis fegyvert összeszedni. De hát biztos, hogy rengeteg cucc kell hozzá. Archangelnek meg egy komoly baseball ütője van. Na az igen. Honnan szerváltál ilyen baseball ütőt? Ja, neked is van uzid. Elnézést, az is ott egy uzi. Úristen, kezdök kellemetlenül érezni magam, hogy mindenki uzikkal rohangálni, meg itt nyilazgatok, érted, mint Robin Hood. A fuszeklik fejedelme. Ja, kezdek kicsit ja, ezért halok meg, nem is figyeltem, hideg van és éjszaka. Ú, bocsi, na jó van, haza kell menni. Már benne van az a hajó is. Ú, köszi, Archangel, én most gyorsan bemegyek ide izébe. Mert nagyon gyorsan fogy a HP-m, most veszem észre. Ja, mert éhes is vagyok. Ú, bakker. Jó, gyorsan bemegyek, és utána kajálunk valamit. Nem is figyeltem itt a nagy dumálgatásba. Szerintem nincs is nálam kaja. Ja, de az még van. Lekvár biztos, hogy van. Na, gyerünk, gyorsan együnk. Hol a lekvár? Food. Itt van. Burkolás. Eszünk egy lekváros mushroom-os. Nem tudom mit, de azt jól megettük. Na, Archangel, játszunk mi is egyet? Nyomjunk mi is egyet szerintem, ha van kedved. Ú, Delta Foxot hívtam, meg nem őt akartam. Bocsánat, Archangelt akartam. Ez az, király. És már kezdődik is a game. Na, csapassuk. Dűtyögessük a lootot. Hát itt jobban lehet lootolni, mint a izébe. Hát kint az erdőbe. Ez az. Jó. Hú, az idő volt, mert ez is itt most párban van. Azaz, és itt volt az idő, jól figyeltem? Csak más színű. Aha, az nem biztos, hogy jó. Ja, más színű. Fene beléjük. Na, itt megint van egy ilyen. Az kő, az más. Az más lesz. Hú, lóvé is van. Na, itt ez meg is van. Az az. Nagyon nagy. Na, itt volt a kő, az elsőnél. Ó, követ, így gyűjtök eddig követ csak. Húha, az másmilyen pénz volt, ugye? Ú, ez is pénz, ez még több lóvé. Jó, megyünk a második sorra. Nem. Itt a kék. A felső sarok hibátlan. Nagyon profi. Ez itt volt elő, azt hiszem. Megvan a zöld óra is. Időt azt kérünk. Úgy, úgy. Nagyon nagy. Van még egy percünk. És ez itt volt középen, azt hiszem. Nem? Nem ez? Ja, ez nem ugyanaz? Az nem ugyanaz. Á, az se. Az se az, amit én gondoltam. Itt ló és táska, az itt volt valahol. Majdnem, de itt lesz valahol. Ott van, megvan, megvan. Királyság. Jönnek a dollármilliók. Azaz. Én ezt kevertem össze. Ez itt volt. Jobb szélén volt szerintem. Aha. Nagyon nagy.
Igen, Deadpool, köszi a klán meghívást, megtisztelő nagyon, de úgy beszéltük meg a többiekkel, most nem tudom miért erre mentem rá, úgy beszéltük meg a többiekkel, hogy csinálunk saját klánt, és akkor az SMG-nek, a Smart Hobby Game-nek lesz a Life After-ben egy saját klánja. Hú, egész jól gyűjtöttünk most, oda nézzetek. Pénzt is, követ is, fát is, minden, nagyon király. És viszont most még nem ment el a, még mindig éjszaka van, ugye? Ja. Most már hajnalodik azért. Hát akkor gondoljátok, szerintem játszatok ti is, én most egy kicsit a chatre rámegyek. Megnézem, hogy mi is volt a Dumcsi. Gamerhád is írt, hogy nekem is tetszett. Ja, ez még az Ér Amerikára? Talán arra írtad, ha minden igaz. És akkor jött a kínai PUBG is kérdés, és akkor hát igen, nem tudom melyik klánra, a Life After-ra gondolsz, vagy a PUBG-ba, mert nem mindegy, hogy melyikbe. Mert PUBG-ba ott viszont nem, szerintem nem lesz ott klánunk, úgyhogy ott még akár lehet is egy ilyen. És ja, akkor ide akarsz, mert 18 000 aranyba kerül. Igen, tudom, de én 4 naposat terveztem, úgyhogy ez 19 500-ba fog kerülni. Ugye? Mert azt hiszem úgy van, hogy 1 napos van, 3 napos, meg 4 napos, vagy valahogy így vannak ezek a klán dolgok. A 4 napos az már 19 500-ba kerül, de inkább azt fogom megvenni. Meg nem is értem amúgy, hogy mi ez, hogy 1 napos, meg 3 napos, meg 4 napos, de ezt majd utána kell nézni. Metal Marti mondja, megyek kajolni, mindjárt jövök. Oké, jó étvágyat. Király, király. Úgyhogy tudom, nagyon durva a pénz mennyiség, ami kell a klánhoz. De hát ez már csak ilyen. Milyen jól összejöttünk azért itt. Itt van Deadpool is, Robi is, Archangel is. Nagyon király. Archangel is integet, visszaintegetünk. Ez már csak ilyen, itt mi nálunk. Na. Hát skacok, majd azért lootoljunk. Még van egy kis lootolni való lehetőség. Szerintem az idő is már. Aha, kivirult. Már süt a nap, jó idő van, mehetünk lootolgatni. Most nagyon messzire nem akarok elmenni, és ráadásul a kőre rá kéne állni egy kicsikét. Ígyni. Itt azért voltak kövek, legalább annyi. Aztán most hova? Azt nem tudom. Kajaszint van. A HP az nem az igazi, úgyhogy lehet, hogy egy bandást felhasználok. Jó, így már jobb azért sokkal. Hú, hol megy a lövöldözés? Hempet is Archangel begyűjtötte. Nagyon jó. Mehetünk tovább. Robi és Deadpool, ők is itt vannak, király. Deadpool mondjuk nem látom, de elvileg a térkép jelzi, hogy itt van. Gyakorlatilag ott van. Zupa! Közénk lövünk mindent, vagyis hát lőnek a srácok mindent, ami él és mozog. Én meg csak így megszeppen, vagy így sétálgatok velük. Hát akkor vágjunk fát, most úgy látom meg én, hogy fasz azon van erre fele. Ja, csak akkor találjam is el. Közben azért figyelni kell a srácokra. Hú, ott hagytak egy szarvast. Aha. Ebből azért lootolok egy kicsikét. Robi intézi nekem a lootokat. Köszi, Robi. Meg szerintem a többiek is, úgyhogy köszi szépen, skacok. Nagyon királyok vagytok. Itt az előbb jelezte, de már eltűnt, úgyhogy akkor annak annyi. Nem baj, van itt még. De azért gyűjtsetek ti is. Ti is gyűjtögessetek azért. Nem fogok mindent azért felszedni. Egyet felszedtem, az úgy untig elég. Kérdés az, hogy merre tovább? Vágjuk a fát. Hú, már csak egy tételem van sajnos. A hajsa tönkre is ment a izé. Fejsze. Így ez már csak veszett fejsze marad. És kacok közben itt vannak mindenféle felszereléssel. Hú, a csetet nem néztem.
Ja, most nincs is pörgés a csetem. Az. Majd azt mondtam, hogy az király, de hát azért az úgy nem úgy van. Én szeretem, amikor pörög a cset, aztán tudunk dumálni. Csak valamikor már aztán meg annyira, hogy már nem tudom követni, hát akkor sajnos lemaradok egy csomó jó infóról általában. De hát amint tudom, azt is pótolom. Na hát fát van, nem tudok, de követ meg nem találok. Nagyon kevés kő lelőhely van. Itt raktár Archangel. Új ilyen töltényes doboz, de jó. Hát én hiába veszek belőle, szerintem nekem nincs izém, aha, nekem nincs fegyverem. De ilyet is le tudsz rakni? Nem semmi. Azért szépen haladtatok vele, kíváncsi lennék azért hány órát raktatok a játékba, hogy itt tartotok. Igen, Deadpool, neked is durva. Durva Uzi felszerelések, minden. Nem semmi. Ó. Mi ez az ó? Ja, nem ezt akartam. Én is megadom magam. Veletek szemben ne vicceljetek. Hoppá, egy vadászat. Erre ólálkodott a szarvas. Hát ha nem kell senkinek, akkor én viszont összeszedném, jó? És kacok. Megette a kutya! Ne, de durva! A kutya megette tényleg? Shadow. De jó neve van. Shadow. Robinak a kutyáját Flashnek hívják. És hol van Deadpool kutyája? Deadpool, neked hol a kutyád? Ja, ott van. Deadpoolnak hívják a kutyáját. Király. Deadpool, neked is német juhászod van. Meg Archangelnek is, csak fekete. Egyedül Füles, szerintem ő Dobberman. Ja, tök jó. Nagyon király. Nos, kacok, szerintem menjünk haza. Én azt javaslom. Aztán látom a kutyám begyűjtő skilles. De király, nagyon durva volt, néztem is, egybe szedte össze. Az nagyon jó az a skill, mondjuk így, őszintén szólva, így magunk között. Nagyon durva. Viszont az a baj, hogy én most néztem az időre, hogy 3 óra van, és nekem indulnom kell sajnos dolgozni lassan. Úgyhogy én azt javaslom, hogy akkor menjünk haza, pakoljunk le aztán, hát vegyünk fájdalmas búcsút. Pedig marha király volt ez a kis kalandozás itt a Fall Forestbe. De hát, szólít a kötelesség. Úgyhogy sajnos menni kell. Úgyhogy menjünk vissza akkor az evakuációs ponthoz. Eléggé messze van. Jó, skácok, és akkor hát sajnos ez a live, ez most így lassan a vége fele jár már. Muszáj elindulnom, pedig szívesen tolnám még. Ezt a játékot, ezt azért kell is. De hát majd. Majd legközelebb. Majd legközelebb. De hát majd még aztán most majd a PUBG-t is tolni fogjuk keményen. Ja, az is jönni fog. Ezek zombik? Azok bizony. Meghalt a zombi. Vége a zombinak. Ennyi. Akkor mi pedig most itt hegyen, völgyen át kell másznunk? Á, a Deadpool tudja a rövidített utat. Gondolom nem először megy. Nem először megy az evakuációs ponthoz. Ja, én meg tök rossz irányba megyek. Hú, farkasok! Á, el lettek kapatva. Zombik is. Nagyon durva. Hol? Aha, ott a helikopter. Mehetünk. Menj el Archangel előre nyugodtan. Robi az viszont szerintem még, Robi úgy döntött, hogy még lootol szerintem. Nem, már jön Robi is, akkor megvárjuk Robit is. Ugye? Robi jön ott? Ja nem, Robi még lootolgat. Vagy jön, mert akkor megvárjuk Robit is. Na? Hú, mindjárt jönnek a zombik. Na jó, én megyek föl. Aztán meg is, hogy na, menjél Robi akkor.
Így, né, király, és akkor megyek én utoljára. És akkor a csapat is hazatér. Ez az, lepakoljuk a cuccost. Hú, mennyi mindent gyűjtöttünk most. Ez egész jó volt szerintem. Szerintem ez most egész király volt. Na, köszönjük. És akkor srácok, hát akkor irány haza. Köszönöm szépen. Back to camp. Hát én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Megette a szarvast a kutya, igen, ezt láttam. Ez jó volt, szerintem is jó volt. És jó volt a live is. Szerintem legalábbis én mindenképpen élveztem. Örülök, hogy itt voltatok velünk, srácok. És hát akkor, amint alkalomattán lehetőség adódik, jövünk a következő live-val. Remélem, hogy ott is találkozni fogunk. És hát addig is hadd szóljon, és addig is jó játékot kívánok nektek. Én is köszönöm a játékot, nagyon király volt, úgyhogy készülök az esti munkára, ti pedig élvezzétek még, ami a nyári szünetből hátra maradt, játszatok, amíg lehet, és hát hamarosan találkozunk. Martin közben visszajött, köszi, szia, köszi Martin, hogy visszajöttél, hát sajnos be kell fejeznem a live-ot, mert látom, hogy most már 3 óra, és nekem meg nem kell melózni, úgyhogy sajnos ez most eddig tartott, de én azért nagyon köszönöm, hogy itt voltál te is, illetve hát köszönöm ezt a kis remek játékot, mert marha jó volt. És hát még mondtam is a srácoknak, meg nem tudom, hogy te még suliba jársz, de még azért élvezzétek ki, ami a nyárból még maradt. Mert hát jövő héten már kezdődik. Küldesz linket a Discord szerverre, azt még igen, gyorsan azt még megcsinálom, egy fél pillanat. Azt mondja, hogy itt vagyunk. Invite. Copy, visszajövünk, és küldés. Parancsolj, itt is van. Sziasztok, srácok, lassan suli mindjárt. Így van, úgyhogy én is azért mondom, hogy még élvezzétek ki, amíg lehet, mert aztán utána egyre kevesebb idő lesz majd játszani, és egyre többet kell majd tanulni. Aminek később meg lesz a haszna, de ezt jelenleg soha nem érzékeli egy illető sem. Úgyhogy ezért szívás az egész, de hát mindegy, azért csinálni kell. Írja Martin, szerencsére engem már nem fenyeget ez a suli téma. Hát, akkor szintén zenész, én is így vagyok ezzel. Szerencsére már én is átvergődtem ezen. De hát emlékszem, hogy milyen kemény volt, úgyhogy ezért nem is irigylem a srácokat, és totálisan együtt tudok érezni velük. Úgyhogy azért mondom, hogy kitartást, fiúk, most még azért élvezzétek ki, amíg lehet. Később azért már keményebb lesz. Na, skacok, tényleg köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, de muszáj indulnom, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy találkozunk a következő live-ban is, és ahogy mondani szoktam, deck out, sziasztok!